Már nem töri többé a lábát a régi sportcipő ennek a Decsi általános iskolás sportolónak. A Magyar Diák Sportszövetség képviselőjétől ugyanis ajándékba kapott egy új cipőt. A 20 darab új sportcipőt hoztunk, 34 és 46-os méret között. Szerencsére 46-os is gazdára talált. Alapvetően ezek új cipők, és amit még el szeretnék mondani, hogy országosan több mint 560 cipőt sikerült összegyűjtenünk, ami azt jelenti, hogy minden megyébe fel tudtunk keresni egy iskolát, ahol 20-21 pár cipőt tudtunk adományozni. A Magyar Diák Sportszövetség Tolna megyében a Decsi Bíborvég általános iskola tanulóit ajándékozta meg egy-egy új cipővel. A cipők egyrészt azért kerülnek a Bíborvég általános iskola tanulóihoz, mert kerestek olyan iskolát a megyében, ahol jó sporteredményeket érnek el a gyerekek, részt vesznek a diákolimpiai rendezvényeken, ugyanakkor a Netfit mérésben vannak gyengébb területei az iskolának, és rendelkezik az iskola bizonyos számú hátrányos helyzetű gyerekkel is. A gyerekek azonnal felhúzták az új lábeliket, és rögtön ki is próbálták egy kis tornával. A Magyar Diák Sportszövetség Egy cipőben járunk elnevezésű jótékonysági programját ismert emberek, politikusok, civilek támogatták. A program fő célja felhívni a figyelmet arra, hogy az egyenlő esélyek biztosítása a sportolásban épp úgy fontos, mint az élet más területein.